Élvezettel vacsoráznak a görög ékszerteknősök a vadasparki idéglenes menhelyükön. Ez a környezet számukra olyan, akár egy igazi teknős paradicsom. Az elmúlt években még szaporodtak is. A városban talált és behozott állatoknak biztosít a Szegedi Vadaspark idéglenes menedéket, amíg nem találnak nekik megfelelő otthont. Itt ugye a fő cél az, hogy a védett fogozott állatoknak egy mentőközpontjaként tudjunk működni. Ugye a mentőközpontban neképpen több módon is bekerült az állat, egyik az a lakossági behozata, hogy talál valaki egy rigófiókát, vagy madárfiókát, golyafiókát is behozza. A másik az, amikor a hatóság foglalja le valakitől az állatot. Ez a két a fő csapásvonal van, és ezeknek egy részét vissza lehet engedni a szabad természetbe. Legtöbbször görög vagy mór teknősöket hoznak be ide, ugyanis külön engedély szükséges a tartásukhoz. Ez igazolja, hogy az állat nem a vadonból származik. A teknős faj Európa szerte védettséget élvez, így aki nyaraláskor talált állatot hoz haza, az bűncselekményt követel. Ezekből is már egy jelentős populáció van itt a vadasparkban. Ezeket is befogadjuk, és próbáljuk az emberek figyelmet felhívni arra, hogy ne hozzanak be illegálisan Görögországból egy nyaralás során, vagy Macedóniából ilyen teknősöket, mert ott a populáció már a szabad populáció veszélyben van. Nálunk meg ugye nem egy őshonos fajról beszélünk, tehát mindenképp egy Washington egyezmény által védett állatnak a átszállítás határán az illegális, és erre próbáljuk az emberek figyelmet felhívni folyamatosan. Nem csak görög teknősöket, hanem madárfiókákat, ablakok előtt éjszaka víjogó baglyokat vagy udvaron talált sünöket is befogadnak. Az állatok gondozása és elhelyezése azonban komoly költséggel jár, így a vadaspark olykor kénytelen visszautasítani a felajánlást. Arra kérik a lakosságot, hogy viseljenek felelősséget az állatok iránt.